レースがカナダに入っていいやと。レッツゴー。És nem elégít meg ott ezt a versenyet. Most mit mondjam? Össze-vissza törték egymást. Én ehhez már nem fúzok semmit már a tiszta verseny. Pokolban izé tiszta verseny, ezek mind meg vannak örülve, nem érted? Nem lehet ezt felfogni, nem. Rossz kiállásom volt, jó? Mondjuk lehet, hogy a gyakorlása beleszólt, bár nem vagyok benne biztos. Egyen rosszabb, legalábbis, de legalább jó, legalább normális, legalább 8. hely. Na nézzük, Vettel, Massa, Hamilton, Webber, Button, Alonso, Petrov, Éj, Subi, Fehér, Argeszor, Eriko, Vélesi, Poébi, Perez, Suti, Berikello, Mátorádot, Érezte a Krulli, Klók, Liuci, Kovalainen, Ábrúzió, Kertikén. Nagyon szép. Nincs. Strategy nincs. Csak ez. És itt is szuper lányjal itt tudunk. Ó, Sumi fordított kiállással megy. Ó, hát akkor miért nem mondta Sumi? Én is azt választom akkor, hogy egy húzamban legyünk. Ez most attól függ az, hogy most maradja a 8, jó, oké, azt a stratégia akkor 8. kör. Jó, hát akkor azt látom, hogy a Suminál is ugye kemény keverékű. Úgyhogy akkor mi is felrakja akkor kemény keveréket, és akkor ilyenkor Mercedes strategy coming. Hogy minden egy ilyen, úgymond, keményekkel indulunk. Lehet előnyösebb, lehet hátrányosabb. De lehet, hogy inkább hátrányosabb, mint előnyösebb. Ha összetörjük magukat, akkor nyilván hátrányosabb. De ha sikerül befejezni, előnyösebb. Az igen, már mögöttem. Hoppá, Ágászor, Richard, hát Richard első szám. Ahogy nem áll, tudtam, nem tudok elkülönni. Your front wing's taken some slight damage. Stay out unless it's causing you problems. Debrecen nem tudok bekanyarodni, nem tudom mi az Isten van, ezt most hagyjuk, hogy ezt most felejtsük el. You've taken some slight damage to the front wing. You should be okay to stay out. Hoppa, 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 hoppa.
bassza veled, hogy ott majd barátod. Olyan nagy hulladék lett egyből. Azért kemény kérjék ki, hogy beérem a többieket. You can now use DRS. Traffic ahead, stay alert. Malek lőszötte. Hát könnyű, ha könnyű lenne szárkolással. Remember to use DRS to gain a speed advantage if you need to get past someone. That was a shot before for me. Now. My You've moved up to four. Oh, Hamilton. Nem sokkal amúgy. Oh, fastest time. You're coming up on a group of slow-moving cars. Try to pass them quickly. We're being caught by the guy behind. Push, push. Nem tudtam gyerek kiösíteni. De gyors kell. Weber is in the pits now. He's just entered the pit lane. Mindjárt box. Pit in this lap. Come into the pits at the end of this lap.
slower traffic ahead. Be careful when overtaking. They should let you through. Biztosak a benne? Hogy elenged? A majdnem teliben, teliben felkezett a menged. Ó, de már is te vagy. Okay, back to the pit. Back to the pit. We've lost the front wing. We can confirm you have a left front puncture. A left front puncture. Pit, pit, pit. Ennek a stratégiának már fel. Remember to pit this lap. Száncsere, Fettel, a két redből el fog szágúdozni. Exit, exit now. És Subi, ám. Watch out for traffic as you rejoin the track. Hova? You have no more scheduled pit stops, so look after your tires. Ezt nem maradtam ilyen. You've lost your front wing. If you can nurse the car back to the pits, we'll fit a replacement. Shit, ezt nem hiszem el. Nem tudtam lefékezni időben. Egy bal szerencsével vesztettem el a futamot. Egy bal szerencsével. Subival ott lettünk volna a jobb helyen, nagyon jó helyen. És elcsesztem. Na ez viszont most már problémás a helyzet. Na nézzük, Fettel, egy fel, Petro, végig kiestek. Aztán Ambrosio, Trulli, Liuzzi, Lopi, Fettke, Kovani, Legasso, egy Szuti, Mandrada, Michael, Luévi, Direzta, Massa, Perez, Kobayashi, Schumi, Button, Alonso, vagy Hamilton, Alonso, Webber és Fettel. A két Red Bull. És hát, ja. Massa picit szerz pontot, Button jóval sokat. És még mindig szoros a VB egyébként, még mindig így is az, hogy kiestem. Massa 84, Button 81, E 80, Webber 77, Alonso 74, Vettel 70, Subi 47, Hamilton 42, mert ugye több pontot szerzett, mint Subi, felzárkózik már lassan. Agassi 26, Kovacsi 22, Maldonado 70, 18, Perez 15, Petro Di Resta 12, Szuti 10, Buemi 9, Kovánál 4, Trulli is, Barrichello 2, és egy idé csapat nem szerzett pontot, és a D-pilóta, a Lopkartiket, Ambrosio és Liuzzi. Ahí már érthető az, hogy ugye a Red Bull átteszi a második helyet tőlünk. Picit szereztünk, de nem sokat, de hát én sajnos a szerencsétlen fékér miatt kiestem. Ferrari 158, picit javít, Red Bull 147, már kezd felzárkózni tényleg, 127 Mercedes, tehát még 127 ponttal vagyok, McLaren 123, és még így is az, hogy McLaren szar helyen volt, most nagyon kezd felzárkózni. Csak azért, mert Hamilton most már szerzőszpontunk, én meg nem, sajnos. Már mondjuk Schumachernek is oda kéne tenni magát, hogyha így akar meg akarjuk tartani a harmadik helyet, mert ez így nem lesz jó. Aztán nagyon nagy elszakadás van itt már, Sauber 37, Toroso 35, aztán Renault 30, Corsidia 22, Williams 20, aztán Lotus 8, és Virgin HRT-nek nincs pontja. Tehát ott a negyedik hely és az ötödik hely környékén nagyjából 90, 86, 86 volt a különbség. Jézus. A harmadik kiesésünk, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Egy a török, egy a Monaco, és egy a most, a Kanada. Szokásos, ugyanez ez a bal szerencsének az oka. Ez van.
Szárnyam miatt ugye bántam már attól, hogy ez nem lesz jó futam. És már a gumi is nem kopott egyébként, szóval most ez így esett, ez így történt sajnos. Hát sajnos ez így jár egyébként. Van ez így. Nem mindig győztesként kerülünk ki. De legalább az a lényeg az, hogy még mindig szoros a VB. De azt mondanám azt, hogy izé az, hogy jaj, már 10-20 ponttal vagy 30 ponttal már meglépett valaki. Nem. De mindig szoros a VB. Itt ugye nagyon szoros VB-k jöttek. És most jön a Valencia. Na itt a 10-10-esben egyébként itt OP-n megnyertem. Reméljük, hogy most is az lesz. Hát, nincs kizárva. 9. hely. Hűha, majd meglátjuk. Na, hát akkor Valencia jön, ha már 10-10-ben meghoztam a gyümölcsöt, adja a győzelmet. A végén egy kis defektel. Akkor legalább most is ugyanazt fogom tenni. Remélem, hogy azért most azért sikerül. Legalább most ez a Valencia. Ezt most már nem bukhatom el. Legalább most a Valenciát. Itt most már teljes koncentráció, teljes odafigyelés, ha szánytörésen van, nem szabad nyomni erősen, mert akkor tényleg kivédel az elegyensúlyából a kocsi. Úgyhogy erre mindent figyelni kell. Úgyhogy meg kell tapasztalnom a kocsidok a súlyát, meg kell tapasztalnom azt, hogy hogyan kell bekanyarodni, meg kell tapasztalnom a rázókőt, azt, hogy hogyan dob el az autó. Ja, és ennyi. Úgyhogy következő videó Valencia, úgyhogy meglátjuk, hogy mit alkotok. Itt, Valenciában.